Well. Mi vagyok fáradt, edzeni megyünk. Stuttgart traffic. Imádom. Ez jól hangzik. Igen, az a kamion mindjárt szétesik. Most hogy begyorsult? Nézd, Audi, ott áll az R8-as benne. Na srácok, most az utolsó videómban mondtam, hogy új főnököm van, és újdonságok, hát igen, most megint újdonságok vannak, mert én ebből a gymből kiléptem, és most épp azon vagyok, hogy keresek egy új termet, és itt is vagyunk egy új teremnél, ahol ma már voltam beszélgetésként, és akkor rögtön kérdezték, hogy jövünk-e edzeni, mondtam, hogy este jövünk, és most itt vagyunk. Most az a baj, hogy baromira tele van a parkoló, szóval remélem, hogy itt nem mindenki, aki itt áll a gymben van, mert akkor tele lesz, és akkor nem fogok tudni felvenni. Szóval egyelőre nem tudom, mi vár ránk, látok néhány embert a futópadon, de most úgy döntöttünk, hogy felvesszük előbb amúgy is a pre-workout klipet, mert voltam olyan okos, hogy hoztam boostert, de nem hoztam vizet, csak BCA-m van innivalóként, úgyhogy most az lesz, hogy megint kanálból kell bevinnem a boostert, és akkor egy kis BCA-val egyszerűen lemosni. Menjünk be, nézzük meg, hogy mennyien vannak. Aztán az alapján látjátok, hogy hogyan megy tovább ez a videó. Tudod, mi van ezen belül? Flisz. Flisz? Hú, ez jól lehet. De nem, hogy vedd le. Nem veszem. Levette. Na srácok, az a helyzet, hogy értem mentem a munkahelyére, és én pakoltam neki a táskát, de csak ilyen sportmelltartót hoztam neki. Szóval most vagy így edz, vagy pulcsiban, de pulcsiban meg meleg van. Te mit szólsz eddig a gymhez? Meleg. Meleg. Igen, kicsit áll a levegő. Főleg fleecben. Főleg fleecben. De amúgy tök jó. Nekem tetszik. Jó nagy. Van ilyen gumi. Van hozzá kalapács, azt még mindenképp tesztelem. Van itt ilyen kötél. Hol vagy? Ott vagy? Most nem. Nem, most ez mi? Ah, ja. Igen, ő megint popsizik. Gondolkoztam rajta, hogy csinálunk egy második popsi edzős videót, de úgy döntöttem, hogy csinálom a felső test edzésemet, mert azért tesztelni is akarom a gymet. Este jöttünk, most viszonylag üres van. Láthatjátok, ott van a súlyzó rész, és tényleg ilyen bazi nagy súlyzó rész, és ilyen funkcionális hely. Ott áll egy bazi nagy hangfal, ami valamiért nem megy, és ezért van itt ilyen csend. Igazából szerintem itt zenének kéne menni. De mindegy, most folytatom az edzésem, sőt, mielőtt ide leteszem a kamerát. Ezt is mutatom, itt van ilyen ugró, hogy hívják ezt? Ugródeszka. Ugródeszka, itt lehet gyakorolni. Kösz, hogy plankelsz. Gonosz vagy. Mondanám, hogy edzés közben vagyok, és amúgy edzeni szeretnék, de itt olyan fura gépek vannak, amiket mindenképp tesztelnünk kell. Ez mi? Én ezt még életemben nem láttam. Ez. Mutasd be, mutasd meg, hogy ez mit tud. Eddig tetszik? Azt hittem, ez valami popsi gép. Emlékszel? Erre. Vagy erre, itt mutatom. Ez a ló gyakorlatunk. Igen. Na, ők itt a következő szintre viszik. Hadd engedjem ki a belső majmom. Kérlek, ki akar jönni?
Ne! Ninja Warrior. Menne. Na, ott is van egy kalapács. A baleset veszélyes. Van egy olyan érzésem, hogy el fogom törni a kezem. Ezt ne próbáljátok ki otthon. Mondjuk szerintem senkinek nincs ekkora gumi otthon, de akinek véletlen van traktor, az ne próbálják. Most komolyan, srácok, erre csak fel tudok ugrani. Ez most csak ilyen belső gondolatom, lehet, hogy túlsatszolom magam, de ez nem tűnik olyan magasnak, szerintem ez megoldható. Most vagy elsőre sikerül és nagyon menő lesz, vagy rohadtul pofára esek. Ez a két opció van, teszteljük. Tessék, az első napom és negyedik próbára meg lett jó, elsőre menőbb lett volna, úgyis vághatnám össze, de őszinte vagyok veletek, negyedik próbára sikerült, és ez a max. Mondhatom is a főnöknek, hogy kell ide valami magasabb, vagy ráteszünk ilyen műanyag cucit, de az nem biztos, hogy jó ötlet. Mit szólsz? Biztonságos próbálni. Ennyi a mai nap, ennyi a mai videó. Igazából még van újdonság, az pedig az, hogy jövő héten írok egy bazi nagy vizsgát, és még rohadt sokat kell tanulnom rá. Ezért is jön ki mostanában ilyen kevés videó. Ja, de gondoltam ma, ha már teszteljük ezt a fitnesst, fel is vesszük. Remélem tetszett a videó, ha igen, hagyj itt egy lájkot, és találkozunk a következő videóban. Na, csáá!